író műfordító szeretnék lenni, és azért jelentkeztem ebbe a programba, hogy az írásban, az írás technikám, a karakterek kidolgozása, a leírásokban fejlődjek, és a fordításban. Hát az első találkozón már volt egy mentoráltam, és aztán a másodikon találkoztunk Ábellel. Karcsik küldött nekem feladatokat, amik fejlesztették az íráskészségemet, meg különböző versfordításokat, angolt és franciát, és azokat is csinálgattam. Nagyon rövid volt ez az idő tulajdonképpen, még akár fél év is nagyon rövid lett volna, ezért gondoltam, hogy valami ütemtervet vagy szakmai tervet azért ki kell együtt dolgozni. És hát az irodalomhoz kell főleg egyébként szenvedély, meg hivatástudat, de azért a racionális oldalról is akartam, hogy lássák. Tehát én igyekeztem mondjuk a könyvpiaci vagy financiális részét is, hogyha élethivatásban gondolkoznak, akkor erről is szót ejteni mindenképp. És hát aztán az általuk kitűzött életcélnak igyekeztünk a lépéseit lebontani. Karcsi azt mondta, hogy először próbálkozzak kisebb novellákkal, és akkor az együttműködésünk alatt írtam 6 vagy 7 novellát, ő azokat megnézte, és mondta, hogy miben kellene még fejlődnöm. Nagyon fontos cél volt számomra első pillanattól, hogy az ilyen fiatalok, akik tehetségükkel, kemény munkájukkal tényleg értéket teremtenek, azok szerintem megérdemlik, hogy példaként szolgáljanak a kortársaik számára, és ezért célom volt, hogy minél több helyen, akár elektronikus médiában, vagy tévében is meg tudjon jelenni. Kihívott az igazgató iskolában szünetről, hogy beszéljünk, és én azt hittem, hogy valami rosszat csináltam, vagy ilyesmi. De kiderült, hogy a Petőfi népe szeretne másnap interjút készíteni velem. Hát eléggé meglepődtem, és utána ugyanez volt, amikor jött a Kecskeméti TV-s iskolába. Most van két regényem, egy trilógia első és második része. Szeretnék belekezdeni a harmadik részbe. Nem egy célra létrejövő szakmai együttműködés ez, hanem azért itt a sorsa, vagy hát az élete is foglalkoztat ezeknek a fiataloknak minket, és hát remélem, hogy azért valamilyen formában ez a jövőben is megmarad majd ez a kapcsolat.